Pierre Richard Várkonyi András. Robinson Crusoe. Robinson és Péntek. További magyar hangok. Pálmai Szabolcs, Jancsik Csaba, Kajtár Róbert, Talmács Márta. Te! Arra! Arra! Állj! Állj! Te! Hátul, én elől. Én elől, te hátul, jó? Daniel Defoe regénye alapján írta Frédéric Vitou. Gyere! Gyere, gyere! 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 Fényképezte Carlo Varini. Zene Angélique és Jean-Claude Nasson. Magyar szöveg Szász Andrea. Hangmérnök Hidvégi Csaba. Vágó Ulman Gábor. Gyártásvezető Boskó Andrea. Szinkronrendező Gyarmati Gergely. Producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette. Állj meg, állj meg! Te ott, te arra! A szép vomévati! Te kubát! A méviti! Á, igen. Te oda? Oda. Együtt! Együtt, te, én együtt! Gyere! A filmet rendezte Thierry Chabert. Én lakni itt. Lakni itt. Én házam. Várj. Ne félj, ne félj! De várni. Nem mozog, nem mozog. Pihen. Gyere. Na gyere. Gyere. Jól van, gyere. 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 Ez az otthonom. Nem, nem, ne félj, ne félj. Én lakni itt. Ez, mert szóval én jöttem egy hajón. Egy hajón, érted? A vizen. Aljas ember fogott, kitett csónak. Csónak az a hajó kicsi, és én evez, még szigetre ér, evez, szigetre ér. Az eső, a szél, úgyhogy hajó, hajó, eltörni, emberek halottak, úgyhogy én itt lenni egyedül szigeten, és egy kutya, egy kutya, egy olyan, ne félj.
Vénusz és én ketten. Én és Vénusz, de ez rég volt, rég volt, rég volt, hold, sok hold. Aztán egyszer eső, eső, psss, újra, és itt minden törik, itt, psss, ba, minden ping-pong, ott pá, ping, minden, minden a zongora, psss, és már semmi, semmi, már semmi, csak én. Van a Matteo a kombó. Hú, Ante, a Matteo tió koma bó, ontó heká kambé. Tú én pete, a mampé, a kanté, a mampé, a pó. Kú, Ante, nyú, ma Matteo, pé. Ez nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű. Én Robinson. Montewa po kumpa tawa. Vegyük újra. Én Robinson. Montewa mapewa kai peuas. Akkor együnk. Gyere, gyere! Így. Gyere. Gyere. Ülj le. Ülj le. Na, ülj le. Ülj le. Ez az. Na, gyere. Gyere, ülj le. Ez az. Ez az. Így. Jó. Egyél. Ne te. Igen. Finom. Nyiszia. Ne te a ti. Pán, tújné. Na de... Tom, ti umámbé! Talán jobb volt nekem egyedül. Istenem, adj türelmet nekem. Mit akar? Mit csinál? Ó! Ne! Nem! Még a kutyám se csinált ilyet! Jobb ketten, mint egyedül, mert a gondok megoszlanak. Ha baj van, egy társ kisegít. Milyen társ? Egy társ. Hogy hívják ezt a társat? Október 23-a péntek.
Péntek. A nap, amelyen megmentettem az életét. Ezennel ezt eldöntöttem. Ez lesz a neve. Péntek. E nap emlékére. Hogy ilyen sokáig alszik. Thank you.
Vigyázz, te nyomorult! Vigyázz! Köszönöm. 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 Ajajajajaj, csak szépen. Óvatosan, csak nézd, piano, így. Piano. Igen. Igen. Még a kutyám Vénusz sem csinált ilyet. Nagyon jó. Ez jó, ez jó. Kedves. Én Robinson vagyok. Robinson. Igen. És te? Itava. Nem, nem. Nem. Nem, nem. Te Péntek vagy. Péntek vagy. Úgy van. Péntek ez a neved. Nem. De. A te neved Péntek. Neved. Nem, de... Ne! Nem állatok vagyunk. Nem eszünk kézzel. Kézzel nem. Nem. Vedd a kést jobb kézbe. A villát bal kézbe. Ez villa, villa, kés. Látod? Figyelj. Könnyű. Péntek! Votapi! A unico de lume couto te! Un tapo! Iperivasu! Umi! Robinson! Nem pedig vasu-vasu! Iperivasu! Robinson! Hónapok teltek el. És Istennek hála meg az én kitartásomnak, Péntek elkezdett megismerkedni a nyelvünkkel. Soha többé nem kételkedtem fiataltársam barátságában és hűségében. Péntek! Hozz egy kókuszdiót nekem! Elég hideg? Igen. Éjszaka a vízben volt? Igen. Ez jó. Nagyon jó. Péntek? Menjünk horgászni? Jó lenne. Horgászni? Igen, mert péntek az halas nap. Én péntek?
Te Robinson. Uh-huh. Halasnap. Nem. Nem, Péntek, nem. Nem. Péntek az én név. Igen, Péntek a te neved. Én név. Igen, a tiéd, de igen, de a péntek egy nap is. Egy bőti nap, amikor nem eszünk húst. A Biblia szerint... Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek ország. Veleti amapon! Kointe vu! Vinto! Ez... Etete vu! Ma is jól dolgoztunk. Gyere! Fogd! Úgy! Nézd! Hopp! Ide! Ha? És hopp! Látod? És egy, kettő, és kész! Hát... Na, várj! Ne! Péntek, ne! Ez nem szabad! Ez szent! Ez egy szent feszület! Jézus! Jézus meghalt a kereszten, értem, érted, mindenkiért. Ez a kereszt, Isten jelképe, az igaz Istené. Isten? Mindenütt ott van. Ott van? Igen, mindenütt. Isten az ott van, mindenütt van. De főleg fenn. Isten ott van fenn, láthatatlan. Ő egy felsőbb hatalom. Már csak várj, a Biblia az egyetlen igaz könyv. A Biblia szerint azt mondja, ez jó, majd máskor. Istenem, bocsánat. Befejezted? Nem! Gondoltam, fogunk egy bakot a kisasszonyok mellé. Bakot? Igen, bakot. Bakot, ezt. Na gyere! Gyere már! Nem mozdul. Nem! Nem zaj! Nem varázsfegyver! Én elfogni bak! Panto! Ez nem jó lenni, baknak! Tiwa panto! Tiwa kanti! Tiwa pi! Umpio mankan totti! Umhampuan kumitan! Tiwa pika! Egy búzaszem péntek, gondolj bele! Az lenni semmi! Ellenkezőleg, ez minden! Ez a mag kihajthat, lehet 8 kalásza! Minden kalászban lehet 80 mag! 6 havont arathatunk! Te uakankam toakam memti! Megmutatom! To empea utampa umetanka umatu! Meglátod! Könnyű! Számolj! 8 kalász!
80 búza szemmel. Az tehát annyi, mint 8x80 mag, az annyi, mint 640 mag. 640 mag, amit beszorzunk 640-nel. A második termésnél 640-szer 640 az 409.600 búzaszem. Tehát 409.600-at beszorozzuk 640-nel, igen, az annyi, mint az 0, az 6, 2, 260 millió búzaszem. 260 millió szorozva 640-nel, ajjajjaj. Jó. Aztán kenyér. Nem, nem létezik növény, ami kenyeret ad. Te! Kofiasz, jatobasz, papakusz, pakubasz. Jó kenyér! Nem, figyelj! Ez egy mag. A mag kinő, lesz egy kalász. A kalász meg krr, lisztet csinálok. Igen. Liszt, manióka. Igen. Nem, ez a kenyér, az igazi kenyér, érted? Az igazi kenyér, ami szent, igen, amit megszentelt Isten. Figyelj! A Biblia. Igen. Figyelj. Itt van. Megtaláltam. Miközben ettek, Jézus... Zus? Igen, Jézus, mondtam, az Isten fia a Krisztus. Ah. Szóval Jézus fogá a kenyeret és eltöré... Töré? Igen, várj csak, törni, figyelj, így, látod? Eltöri a fát, és azt mondá... A fát. Miért a fát? Fát mondtam? Azt mondani, fát. Nem, ő a kenyeret töri el, nem a fát, a kenyeret. A kenyeret, nem a fát. A tanítványoknak. Tanítvány? Igen. A tanítvány az egyfajta társ, mondjuk, egy társ, mint te meg én. És azt mondta a tanít... Legyen. Tehát mondd a barátainak, vegyétek és egyétek, mert ez az én testem. Barátok enni Jézust, mint az enyém törzs. Nem, ez csak szimbolikus. A Biblia szimbolikus. Szimbolikus, nem értem. Fáradt vagyok. Lefekszem, jó éjszakát. Jó ét, iperi vasú. Nem, Robinson vagyok. Mikor szólítasz már Robinsonnak péntek? Nem. Én nem péntek, Itava! Imba takaro umba e! Imba takaro umba e! Ez fohászkodsz! Ott van fent a Szent Isten is! Érted? Erről beszéltem! Ott fenn, az ég, ez ugyanaz! Szent a kereszt!
Látod a kereszt? A kereszt ugyanaz nekem, nekem! Lumbará, gumbalé, umbará, de az ég ugyanaz! Szent a téged és az enyém is! Ez van ebben! Figyelj, a Biblia! A Szent Biblia! Teltek múltak a hetek. Nehezen megtéríthető szolgám egyre jobban elsajátította nyelvünket, és hűségesen segített a ház körül. Vigyázz! Hát nem csodás. Rokó, koroké, rokó, rokoré, rokó, rokoroké, ró, rokoroké. Félek a madaraktól, Péntek. Én nem félek. Nehogy megegyék a búzát. Mi is meg lehet enni? Nem, a búzát azt nem, nem, mert a búza... Szent, igen. Az a jövőnk, Péntek, a jövőnk. Várcsak. Isten! Madárjesztő, Péntek! Madárjesztő. Ijeszteni, hogy féljenek. Én nem félek. A madaraknak, hogy féljenek és elmenjenek. Kopi! Amakandu papui, amakandu permi. Enyém jobban félni, mint tiéd. Várj. Igen. Tessék. A napok a feladatok igazságos megosztásában teltek el. Tanítgattam őt esténként, próbáltam formálni lelkét és felvilágosítani szellemét. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. A mennyek országa, Péntek. Ott van minden. Mondd, figyelsz? Később. Halálunk után a legnagyobb jutalom a mennyek országa. Mire gondolsz? Én népemnél, ha ember meghal, lelke megy jaguárba, szabad és vad, fut az erdőben. És a nőké, gyerekeké? Ha meghal,
lelkem menni szélbe, levegőbe, mint madár. És mi belélegez, nők és gyermekek lélek. Ez szép. Nagyon szép. De nem a Szentírás. Azt számolom, el tudjuk-e terelni a patakot, hogy locsolja a búzamezőt. Úgy kevesebbet fáradnánk. De addig is, hozz két dézsa vizet. Mit te uaki, két aupé! Mi történt? Kérdezd, madárijesztő! Iperúvasú elmondta. Azt hiszem, értem. Bár nem világos minden szó. Kamantéop. Péte? Ajtó, Péntek. Egy ajtó, hogy könnyebben tudjunk találkozni. Nézd csak meg, menj be. Figyelj. Hopp. Így már nem kell átugranod. Igen. Hm?
Juante, te! Ata imba umbata ea ata en hua ade hua ba Jó zene! Nagyon jó zene! Rabszolgákkal. Micsoda ültetvényt csinálhatnánk. Gazdagok lennénk. Rabszolgák? Fogjak, hogy értsd. Afrikából, a tengeren túlról dolgoznak helyettünk. Igen, örökre. Örökre foglyok? Igen. Miért? Itt van minden. Erdőben, tengerben, neked és nekem. Talán igazad van. Megvan minden. Minek fáradni? Hetente egy napon az úrnapján az ember pihenhet. Az nem sok. Rabszolgák is. Nehogy. Mi emberek, Isten teremtményei. Mi az? A törzsed vagy ellenség? Ha ellenség, akkor megtámad és megöl őket. Mi ketten? Te puska, én nyíl. És ha a néped? És ha a néped, Péntek? Ne! A te néped? Akkor itt hagysz? Igen. Ezt akarod? Elmenni velük? Igen. Az én népem az én népem. Örökre. Mert erre születtél. Péntek! Maradj!
Nkoma, wakoma wate, mpe, komente waba, ko, mutege me wate, mate peru wazu. Peru wazu? Ne menje. Te azt mondani, hogy fogadjuk el sors. Milyen sorsot? Enyémet, a népem törvényét. Milyen törvényt? Engem, Itavát. Ellenség elfogott. Az népemnek nagy szégyen. Most a népedeit fogjul. Nem így van? A néped meg fog ölni, ugye? Válaszolj! Hagyjátok! Copio copatedi! Uakama copatedi! Uakama copati! Tepedi! Mit mondasz? Azt, hogy miért megölni én népem? Mondtam, hogy nem öl meg! De te, Robinson! Amakuak piti! Amakuapak kuapat tepi! De fogjul ejtettek! Megöltek, megettek volna! Én élet! Péntek élet! Itava enyém! Tisztelni én népem, törvény! Én népem! Nem, itt nálam nem! Én vagyok a sziget ura! Ezen a helyen én vagyok a törvény! Buaká, tépéké! Tadamiké, buaká! Buaká, tépé! És a szigetemen az én nyelvemet beszéljük! Buaká, tépéké, pá! Tadamé, upaká, tédé! Tiaká! Az én nyelvem az én törvényem! De törvény! Te megölni három ember, megmenteni egy ember! Ez törvény! Istenet törvénye! De ez jogos önvédelem volt! Nem értem. Istened mond, ne őj! Te, Robinson, mondani ezt! Nem szívesen tettem! Ejteni fogoly? Minden esetre a foglyokat nem esszük meg, és nem öljük meg! Civilizáltak vagyunk! Civilizált? Tartani emberek, mint állatokat, mint kecskéket! Ez lenni civilizált? Mint megölni, megenni? Nem tudod, mit beszélsz! Te! Nem, nem és nem! Lesz majd nap, Robinson, mikor érteni, hogy megölni és megenni olyan, mint szeretet. Szeretet? Igen. Megőriz. Lélek, szellem, erő. Ellenségé vagy baráté. Inkább, mint bezár, mint állat. Vagy tenni ősök a földbe, hogy rohadni. Akkor. Akkor? Akkor te és én. Tud majd együtt élni. Nem fogadom el az emberevést! Megértetted? Rajta menj, csak menj! Edd meg a hullákat! Menj! Thank you.
Iperuvasu! Iperuvasu! Péntek! Te vagy az! Eljöttél? Vártalak, tudod? Vártam. Itava. Robinson. Vártalak, tudod? Bocsáss meg, ha megbántottalak. Tuempa nataupi, komentaupa vatiti. Üszkösödik péntek. Üszkösödésnek hívják. Rohad a hús a karomon, ami az egész testemre átterjed. És meghalok. Nem. Te nem hal meg. Inkább megválnék a karomtól. Szükségem van rád, péntek. Nézd, minden le van rajzolva a könyvben. Különben végen. Vége, Robinson. Tedd meg, kérlek. Kérlek.
Omo akamane teopo umoteo ipo umbe. Te vagy az. Igen. Te vagy az, Péntek. Igen. Levágtad a karomat? Nem érzem. Nem. Én nem váglek kar. Nem volt bátorságod. De volt bátorság. De én népem nem csinál ezt. Meghalnak. Nem. Gyógyulni. Lehetetlen, Péntek. Lehetetlen. Bumba, tío! Vaj, taj, formate, apa! Umba! Umte! Umte, auam, poa! Teau! Mtua! Ua! Te! Umpe, ante, auam, taka, tome, te, auam, poa, to! Umtia, umbei! Umte! Ai, 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 Azt reméled, meggyógyítasz. Igen. Én és isteneim. Az isteneit. Mindjárt lehet aratni. Nem, de sokat aludni. Hamarosan lesz egy mezőnk aranyló kalászokkal, amik hullámoznak a szélben. Igen, igen, én tudni. De meglátod, hogy... Te aludni. Ha tudnád, Péntek. Én tud. Nyolc kalász, 80 búza szem. Tud. Az annyi, mint... Én tud. Mindent köszönök. Mindent. Umamto, uam patipi. Köszönd meg az isteneidnek. Mondd csak, ha meghalnék, megennél? Igen. Megértem. Isabella imádta a papírsárkányt. Miért papírsárkány? Mert egy sárkány, ami papírból van és repül. Mi az a sárkány? Az egy állat, ami a mesékben van. Papír? Nem, nem. A sárkány az nagy, az tüzet okát. Persze, hogy nem papírból van. Miért papírsárkány? Nesze, fáradt vagyok, menj, játsz vele. Papírsárkány! Robinson! Na
bal kézzel játszom. Meggyógyult. Adj még. Vigyázz! Ez lenni erős. Tudom én. Hozzászoktam az italhoz. Ez Istenek ajándéka. Mert beszélni velük. Igen. Mert mi megérkezni föld. Baj nélkül. A földi paradicsomba. Először Istenek csinál föld. Aztán sok víz esik le. Sok. Az özönvíz. Sok ember meghal. De az ősök, enyém, felmászni jó magas fákra. Noé. Aztán lejönni. Lenni proféták. Csinál ital. Tudom. Te tudni? Igen. Te lenni proféta. Minden ember lenni proféta. Nekekeke korirájhé, nekekeke korirájhé, arabátum korirájhé, arabátum korirájhé, nekeke korirájhé, nekeke korirájhé. Na ne! Rémesen táncol! Dehogy, nagyon jól táncol, hajlékony. Én nem itt tanultam a menüettet. Ez nem menüett, más tánc is létezik. Ráadásul csúnya is. Fekete? Nem fekete, részbőrű, és a részbőrűek szépek. Egyébként a feketék is. Meg aztán össze-vissza beszél. Ez nem igaz. Az őseihez beszél, akik felmásztak a fák tetejére. És a jaguárokhoz. A jaguárokhoz? Hát persze. És a népe profétáihoz, a társaihoz. Először is meg kell próbálni megérteni, mielőtt ítélnél. Megértetted? Izabella! Nekeke korirájhé, nekeke korirájhé, nekeke korirájhé, arabátum korirájhé, arabátum korirájhé, nekeke korirájhé, nekeke korirájhé, arabátum korirájhé, arabátum korirájhé. Nekeke korirájhé, nekeke korirájhé, arabátum korirájhé, nekeke korirájhé, nekeke korirájhé, arabátum korirájhé, arabátum korirájhé. Uma. Tudod? Igen. Beszéltem az isteneiddel. Én meg a te isteneiddel, Robinson. Oh.
Lehetetlen! De, megnézni! Lehetetlen! Megnézni! Itt! Péntek nem hazudik! Persze, hogy nem. Nem hazudsz, csak képzelődtél. Nem csoda a tegnap este nem, után. Nem, Makame no! Uimpea! Ti! Igen! Jönni itt! Itt! Jó. Péntek! Péntek, nézd meg! Mi történt? Kezdhetjük újra! Tomi! Taua! Mak! Védeni többi kecske! Ez véres. Egy kecske nincs. Péntek! Ember elbújni erdőbe. Miteo kapa! Miteo epeo miteo niteo kapa! Démon! Démon! Nem, nem! Ez nem démon! Egy vaddisznó volt, vagy egy tatu? Nem! Gonosz szellem! De nem létezik gonosz szellem! El kell látnunk a sebét. Miért? Meg akart ölni. Most mi ölni meg? Később péntek, ha meg kell ölnünk, tudnunk kell miért. Ez egy ember. Nem. Ez nem ember. Jó, menj odébb. Menj odébb. Ki vagy te? Hozz vizet! Péntek! A neved? Mi a neved? Ah!
A magány vadította így el a nyomorultat. De a lelke még él. Nem. Neki lelke nincs. Tamatiwapi. Péntek? Ma éjjel inkább aludj a barlangban. Nem, én nem fél. Tudom, de ha megtámadnak, jobb együtt. Mit csinálsz? Gyógyítom, ez pálma. A sebére. Jó ez? Nem. Ez nazsá. Álomra jó. Szagolni meg! A nazsá az pálma. Tőle tudom, ez kell. Én már mondani. Pasombia és Urukué. Jó, elfelejtettem. Felejt. Ha őseim felejte meghalni. De tudni ír. Ha lenne időm. Igen, neked van idő. Papír sárkányra. Az vasárnap volt. Ha már vasárnap se szórakozhatok. Jó. Jó. Az égre. Ja. Ez az. Pio. Jó. Add ide. Guantia. Como no potio. Pio combiti. Figyelj, ez egy ember. Quanti, uam, comunuti. De Isten azt mondta, szeressétek egymást. Jézus meghalt, hogy a vétkesek bocsánatot nyerjenek. Tessék. Így áll. Láttad? Zokog. Ha érzelmekre képes, akkor ember. Hogy ember legyen, úgy is kell kinéznie. Ne féljen. Ki maga? Robinson. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. És maga ki? Hogy hívják? Nem tudja. Már nem tudja. Nem, soha. Ne féljen tőlem. Nem, kegyelem. De hát nem értem, miért? Mert...
Én nem csináltam semmit. Ne féljen tőlem. Én a barátja vagyok. Igen. Igen. Persze. Barát. Mondja, hogy került ide? A hajónk viharba került. A főárbóc eltörött. Sodródtunk. Neki mentünk a szikláknak. Jöttek a vadak. De én elmenekültem. És a többiek? A többieket elfogták. Megölték. Megették. Ennyi. Ennyi? Én meg túléltem. Mint egy állat. Éhesen. Sokáig. Nem tudom meddig, de egy napon megláttam egy indiánt, mint ő. És megölte? És megette. Volt egy kenuja. Elvettem a kenut. Eveztem, aztán sodródtam. Nekem van kenu. Odaadni, menni el! Nem. Soha többé. Azt nem! Azt nem! Új lakótársunk visszanyerte az erejét és lelki épségét. Miguel Gilbertónak hívták. Figyelmes volt, szolgálatkész, szófogadó. Minden munkát elvégzett, ami elvárható volt tőle. Csak a szőrzetétől nem volt hajlandó megszabadulni. Jöjjön! Gyorsan! Gyorsan! Nem hittem volna ennyi idő után. Mi az? Lát felségjelet? Kit érdekel az? Angolnak nézem. Mit keres itt egy angol hajó? Igen, ráadásul zászló nélkül. Ön szerint? Talán kalózok? Várjunk. Biztos voltam benne, hogy itt kötnek ki. A másik oldal túlciklás. Mit csinálnak? Talán... lázadás? Nézze! A tiszteket foglyul ejtették. Bizonyára szükségük van ivóvízre és élelemre. Aztán elmennek és itt hagyják őket.
Péntekkel követjük őket. Nem szabad megsejteniük, hogy mi itt vagyunk, és nem találhatják meg a barlangunkat. Maradjon itt, figyelje őket! Ne tegyen semmit, amíg nem jövünk. Rendben. Nézd, ezek jók. Igen, azok érettek. Oda nézd, mi van ott? A mindenit. Gyere! Tegyék le a fegyvert! Ez az én birtokom. Miguel! Ő az. Ott. Ezt nem értem. A foglyok még mindig meg vannak kötözve, és ő sétál. Miért? Ne. Egyedül megyek. Te fedezel. Jöjjön! Mi folyik itt? Jöjjön! Minden rendben! Elfogtam őket. A tiszteket meg akarták ölni. Hol van Péntek? Halott. Megölték odafent. Vigyázzon! Vigyázzon! Nézd körül, sose lehet tudni. De ki maga? Mi ez? Hogy az a tüzes istennyira csapjon bele? Még kérdezi, hogy ki vagyok? Hogy az a tüzes istennyira csapjon bele? Ez nem lehetséges. De lehetséges. A Santa Lucia másodtisztje. Az egyetlen túlélő. Igen, sziget kormányzó uram. Azt hiszed, hagytalak volna hazamenni ezzel? Egy ilyen súlyos bizonyítékkal? Hogy hadbíróság elé állítass, és szépen felkössenek? El sem ismertem. Végül felismert volna. Megbocsátottam volna. Valóban. Elég volt. Robinson meghalt, ide van írva. Csak hogy egy kicsit később halt meg, mint mi gondoltuk. Már meg! Mire vársz még a tüzes isten nyilába? Kegyelem! Péntek, ne! Kegyelem! Bennünket is meg akartak ölni. Ki maga? Richard Walter Edevik. A fekete herceg kapitánya. Az úr pedig az első tisztem. Jonathan Rinkler. Örvendek. Meg akartak ölni.
Uram, önnek köszönhetjük az életünket mindannyian. Mit tehetek önért hálám jeléül? Elvihet a hajóján, hogy eljuthassak a hazámba. Ezt megígérem, amint leverem a lázadást. És természetesen a társamat is. A szavamat adom. Nincs szükségük rám? A hajón talán el kellene a segítség. A hajón visszaszerzése számomra becsületbeli kérdés. Megértem. A meglepetés erejében bízunk. És amint urai vagyunk a helyzetnek... Két ágyúlövéssel jelzünk önnek. Sok szerencsét, uraim! És ha nem sikerülni? De. Sikerülni fog nekik. Ha ők elmenni? Nélkülem. Miért? Mert hajófőnök nem szeret Itava. Nem. A kapitány szavát adta. És nekem? Semmit sem mondani. Én marad itt egyedül. Ne. Soha. Miért? Te maradni velem? Nem. Te jössz haza velem, Itava. Te népedhez. Nem. Ha te menni tud, akkor menni egyedül. A barátom vagy, Péntek. Testvérem. Nem. A fiam. Az ember nem hagyja el a fiát. És te népednél? Én lenni fiad, vagy rabszolga? Nem, a fiam leszel, megmondom nekik. És ők elhinni? Hogy igazat mondani? Én félni. Nem kell félned, Péntek. Meglátod, megismered a civilizáció csodáit. A haladást, a gépeket, a palotákat. A házainkat, templomainkat, a nők szépségét, a művészetet, a zenét, a tudást, a filozófiát. Nálam Péntek leszel, sőt Péntek úr, ha kell, erőszakkal vívom ki, hogy szeressenek, tiszteljenek. Akkor itt már nem csinálni kenyér soha? Már késő, az igazi kenyeret. Megízlelheted nálam, a hazámban. Az angolok hajónaplója szerint 1759. április 18-án hagytam el a szigetet Péntek társaságában. 15 év telt hát el ama tragikus nap óta, melyen partot értem. Még hetekbe telt, mire hazatérhettem, reménykedve, hogy rátalálok barátaimra. Há, Isabella. Vajon mi lett Isabellából? Féltem ettől a találkozástól. Bármilyen régóta vártam is rá. Igyekezzetek! Ne aludjatok! Míg távol voltam, az afrikai feketék kizsákmányolása minden ültetvényen elterjedt. Pénteket ez felháborítja, és én egyetértek vele. Mindenek előtt elmentem a megboldogult Rodriguez kapitány házához, hogy találkozzam Isabellával, gyámleányommal. De a házban senki se tudott a fiatal lányról. Nem adtam fel. Erősködtem.
míg végül Alfredóval, az intézővel találtam szemben magam, aki azt állította, nem ismer. Mit óhajt? Izabella kisasszonyt keresem. Nem ismerem őt, uram. Sajnos nem segíthetek. Ilyen kicsi volt, mikor elmentem. Mostanra bizonyára megnőtt. Tudom. Nem ismerem önt, uram. Hagyja el ezt a házat. De Izabella... Nincs semmilyen Izabella. Itt én vagyok az úr. Utoljára kérem, hogy menjen el. De... Nem maradt más hátra, mint hogy visszatérjek saját hajlékomba. Talán ott kiderül, mi lett Izabellából. Hát, ha hagyott nekem valami üzenetet, reménykedtem. Van itt valaki? De, ön kicsoda? Robinson, ez az én házom. És te vagy az Melanie? Ah, igen, Monsieur Robinson. Ó, Melanie. Ó, felismertem a hangját. Mi történt, Melanie? Hol van Izabella? Melanie-tól megtudtam, hogy Izabella aznap reggel San Luis kikötőjébe vitt egy ruhát. Izabella! Te vagy Izabella! Igen. Robinson vagyok. Robinson Crusoe. Nem, Robinson meghalt. Hogyan? Halottnak látszom. Robinson. A barátom Robinson! Péntek, segíts! Péntek! Segíts, ez Izabella! De ne így, Péntek! Ő nem egy zsák manióka, hanem egy hölgy! Csak gyengéden, gyengéden! Vedd a karodba! Ő Izabella! Gyere! Ez az én órám. Végig velem volt. Ó! Várjunk. Van itt neked valami, Izabella. Már is odaadom. Várj. Íme. Izabella? Na, megállj! Átnézzem a békén! Kosszos indián! Békén! Semmiség. Ez csak egy kis horzsolás. Péntek barátunk szakértője a gyógyításnak. Lehet, de most én vagyok az orvos. Meleg vizet kérek. Melanie, meleg vizet! Nagyon köszönöm. Izabellának meg nekem rengeteg mesélni valónk volt. Ő bíztatott elsőként arra, hogy vessen papírra kalandjaimat. De a helyzet igen aggasztóvá vált, miután Péntek a rabszolgahajcsárra támadt. Ez lett volna hát az a civilizált világ, amit az egekig magasztaltam neki. Manióka jobb, mint búza. Hát... Ne. Megnézem, mi az. Robinson és az indiánja! Uraim! Szélhámos! Ez a szélhámos! Fel akarja szabadítani a rabszolgákat! Menjen el innen, és hagyja el a vidéket! Uraim, ezt tudják, ki vagyok! Maga egy senki, tűnjön el innen! Szerintem a rabszolgaság szégyen! A jelzős indiánok! Én azt mondom, minden ember egyenlő! Ott van! Ott az indián! Halál az indiánra! Álljanak utána! 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 Késő, Robinson! Itt én vagyok az úr! Nem szerezheted vissza Izabella örökségét! Péntek!
történtek után semmiféle jövő nem várt rám azon a dél-amerikai gyarmaton, ahol az emberek gondolkodásmódját a szűklátókörűség jellemezte. Izabellát és Pénteket rábeszéltem, hogy kísérjenek el Európába, ahol úgy hírlett új idők jártak. Az öreg Melanie az övéi között akarta bevégezni napjait. Látod, milyen szép, végtelen és felséges. Elnézést, adnál egyet? Igen. Köszönöm. Kérem, ügyes fiú vagy. Gyönyörű, igaz? Csodálatos. Robinson? Igen? Minek menni Európa? Ha ott is gonosz emberek vannak, nem? Egy eszme. Egyetlen gondolat. Hasonlítek a Lászra. Emlékezz, Péntek. Egy búzaszem kihajt, amiből lesz 80 másik, majd 640, végül 400 ezer. A gondolatokkal is így van. Mire gondolsz? Mi lesz Európában? Elültetünk egy új gondolatot. Látta ezt, drágám? Azt hiszem, elég volt. Ez mégiscsak rettenetes. Ez szégyen. Már kezdődik.